Az elmúlt 4 évtized a második legkisebb kiterjedésű jégrétegét mérték az északi sarkkörön. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez újabb jele annak, milyen gyorsan változnak az életkörülmények a régióban. A műhold képek azt mutatják, hogy az idei jégkiterjedés minimum 3,74 millió négyzetkilométer volt, azaz 40 év alatt mindössze másodszor fordult elő, hogy 4 millió négyzetkilométer alatti adatot regisztráltak. Az északi sarkkörön ugyan természetes, hogy a jégkiterjedés télen nő, nyáron pedig csökken, de a szeptemberi minimum alapján arra lehet következtetni, hogy a helyzet tovább romlik. Amióta műholdas mérést végeznek, évtizedenként 13%-os a lefelé irányuló trend a havi átlagok alapján. A jégveszteség veszélyezteti a sarkkör élővilágát, de nem csak azt. Az északi sarkkör felmelegedése az egész bolygóra kihat, tudósok ezért arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad megvárni az újabb jégveszteség rekordot a klímaváltozás elleni intézkedésekkel.